Volodymyr Zelenszky elnök pártja fölényesen megnyerte az előrehozott parlamenti választást Ukrajnában. A részeredmények szerint a Nép Szolgája nevű párt a voksok több mint 40%-át kapta. A második helyen az oroszbarát ellenzéki platform Életért párt végzett 12%-kal. Harmadik lett Petro Poroshenko volt elnök, Európai Szolidaritás nevű pártja 9%-kal. A volt komikusból lett államfő azzal viccelődött, hogy 73%-os eredmény jobb lett volna, de így is hálásak a szavazóknak. Zelenszky egy rockstárban találhatja meg legfőbb szövetségesét. A Nép Szolgája koalíciós partnere a Szvjatoszláv Vakárcsuk vezette hangpárt lehet. Az államfő azt mondta, hogy egy gazdasági szakembert látna szívesen miniszterelnökként. Az áprilisban megválasztott ukrán elnök legfőbb célja a korrupció elleni küzdelem, a háború befejezése a Donyeck medencében és az orosz, illetve szakadárfogságban lévő ukrán foglyok hazatérésének elérése.